Köszöntöm Önöket, Dancsi Gyula vagyok, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom képviselőjelöltje itt Óbudán. A mai napon úgy döntöttünk, hogy felkerekedünk és megkérdezzük az utca emberét a szociális viszonyokról, a szociális válságról, a kerületi problémákról itt a harmadik kerületben. Tartsatok velünk! Szépen lassan, de folyamatosan süllyedő az életszínvonal. Az, hogy az árak, a fizetésünk értéke, az, hogy abszolút nincs egálba, tehát ezért a színvonal azért süllyed. Most mióta ugye a járvány van, azóta se munka lehetőség, se fizetésünk nincs, úgymond. Viszont azért egy közértbe bemegyünk, az a 10-15%-os áremelkedés az úgy megugrott. Anyukám csak egyedül van, nincs apukám, és nagyon rosszul keres. Próbáltunk sokszor más lakást keresni, szociális úton, de mindig leráztak. Piszkos anyagiakról vannak szók, hogy tényleg, meg a munkanélküliség. Az, hogy nincs munka, bezárnak az üzletek, és egyszerűen ellehetetlenítik az embereket. Ellen egy olyan dolog, egy nagyon nagy változtatás. Mondjuk egy rendszerváltás? Igen. Azért, mert mi szocializmusban gondolkodunk, és nem kapitalizmusban. Most, hogyha azt nézzük, hogy a minimálbér se akkora, mint külföldön, akkor valószínű, hogy el kellene gondolkozni itt az egészen. Mik a problémák a kerületben, a legnagyobb problémák? Hát most, ahogy idejöttem, a parkolás túl zsúfolt. Egyébként fizetünk, mert a garázsért fizetni kell. Tehát adóban fizetünk a parkolásért. Mert ha kijövünk a garázsunkból, akkor nem nagyon tudunk parkolni. Leginkább igazából itt nem a pénzügyi viszonyokról van szó, hanem arról, hogy az emberek azért nem boldogok, mert nem fognak össze. Mert ugye a rendszer is ugye több pártrendszer, és ezért az emberek széthúznak. Tehát akkor tulajdonképpen egy társadalmi szolidaritásra lenne szükség, azt mondod? Hát ja, arra, hogy összefogjanak az emberek.